Csak azért, hogy ne tűnjön úgy, hogy elhomokozunk itt az ellenzékbe, csak egy-egy mondattal elnézést kérek József képviselőtársamtól, ha félrejtettem. Kepli képviselőtársamat pedig megnyugtatom, hogy sok más tekintetben is tekintünk ezekre az országokra. Többek között a Rajnán a vízerőművek lebontásának a folyamata már megkezdődött, Olaszországban erre több példa van, tehát valószínűleg nem véletlen az, hogy ezek tűnnek elfele és teret engednek. Nagyon fontos a beszélgetések az a része, ami a társadalmi-gazdasági hatásokról szólt, hiszen államtitkár úr konkrétan mondta azt, hogy hát az ellenzéknek veszőparipája ez a munkahelyteremtés, és hogy nincs ebben érdemi potenciál, teljes mértékben cáfolható ez. Hát persze, hogy nincs benne, mikor 1-2%-os részesedés van az energiának. Hogyha nem ennyi lenne, hanem 50%-os, akkor lenne. Hogyha visszafejlesztenénk a Paksot, akkor nem egy helyen centralizáltan jön elé a munkahely, hanem szerte az országban. A centralizált munkahelyteremtés, amit mondjuk egy Audi vagy egy bármilyen ilyen kiemelt kormányzati beruházás teremt, az mindig elviszi az erőforrásokat attól, hogy divers munkahelyszerkezetben megerősítsük a vidéket és a kis és közepes vállalkozásokat. A divers energiaellátórendszer, amit az LMP kínálna Magyarországnak, az, hogy tájadottságokhoz leginkább alkalmazkodó megújuló energiaforrásokat rendezünk, mostani összes információnk szerint a legmagasabb foglalkoztatási potenciál tudná teremteni, pont az ellátórendszer sajátosságaiból adódóan. Ugye amennyire tudjuk, és erre szintén ugye gyakorlatilag a nemzetközi kutatások támasztják alá, a olcsó energiatermelési technológiák között az élen van a szélenergia. Ennek nagyon egyszerű az oka, államtitkár úr is ugye említette az életciklus analízist és az ezzel kapcsolatos aggályokat, az, hogy nem csak a környezetterhelést, hanem a bekerülési költségeket is így kell vizsgálnunk. Valóban úgy van, hogy mindezeknek a technológiája jelen pillanatban a élettartam miatt az egyik legkedvezőbb megoldást. A stratégiai cél az energiafüggetlenség javítása Magyarországon, ezt még Orbán Viktor miniszterelnök úr is elmondta, habár onnantól kezdve nem sok mindenben ültünk egy csónakban vele, de egyben egyetértünk, hogy az energiafüggetlenség megteremtése az alapvető cél. Hazánkban az energiakiszolgáltatottság mértéke még mindig 80-85%, és a statisztikák szerint 60-65% értéket hazudnak, ugyanis az atomenergiát saját hazai energiának tekintik, miközben sem a fűtőelemek, sem a technológia nem magyar. Tehát mindaddig, ameddig nincs olyan bányászatunk, ami megtermelni az ezzel kapcsolatos feladatokat, és mindaddig, ameddig nincs tartós megoldás az ennek a hulladékának kezelésének, lehet azt mondani, egy hazai energia, de ez nem hazai. Ez ugyanígy függ külföldtől és külföldi erőforrásoktól, mint minden más, mint a behazott energia, többek között ezért rossz irány. A szélerőművekkel járó decentralizálás előnye biztonságosabb ellátás a kisebb szállítási veszteség miatt. Tehát ugye ez Pakshoz képest ugye egy központosított centralizált rendszer van, még a szélenergia megteremteni a lehetőséget annak, hogy decentralizáltan foglalkozunk ezzel. A megújuló szektor fejlesztésével járó technológiai innováció és kutatás komoly exportbevételeket jelenthet, ami gazdaságilag teremthet plusz lehetőségeket az országnak. A több helyen és több helyszínen rendelkezésre álló munkaerő sokkal több társadalmi pozitívumot hoz, mint hogyha minden centralizáltan valósul meg. A regionális szintű energetikai autonómia és a helyi gazdaság erősödéséhez hozzájárulnak a világon mindenütt ezek a szélerőművek. Pont a német példák mutatják azt, hogy ez milyen szinten megosztottan teremtett magasabban kvalifikált munkahelyeket, és ez alapvetően ugye pozitív hatással van a munkahelyekre visszavezethető konfliktus helyzet, és várhatóan az amúgy forrásokhoz való hozzáférésre visszavezethető konfliktus helyzet, és várhatóan az amúgy fokozódó ellentétesekkel terhes világban. Ugye nem kell ezt mindig elmondani, de ugye ez a nemzetközi politikai helyzet viszonylag forró, legnagyobb szomszédunk az jelen pillanatban effektív háborúban áll, tehát a energiafüggetlenségre való törekvést azt csak olyan erőforrásokkal lehet megteremteni, ami a Kárpát-medencében rendelkezésre áll. Az atomerőműhöz nem áll minden rendelkezésre, a szélenergia megtermeléséhez minden rendelkezésre áll. És hát ugye lényegesen kisebb a környezeti terhelése, mint bármi más hasonló energiaellátási rendszernek, és a széndioxid kibocsátással kapcsolatos természetvonvalás teljes életciklusra vetítve is a legjobb. Ez azért veszem magam részéről pozitívnak, és értékelem államtitkár úrnak azon megjegyzéseit, ami konkrétan szóba hozta azt, hogy természetvédelmi tájképi aggályokat is járhat, mert ezt értékelem, hogy ez figyelembe veszi a véleményéhez, viszont sajnos nem megalapozott a véleménye. Jelen pillanatban, ugye azt elmondtam az előbb, hogy számos okból, tehát én jogszabályilag kizárnék vagy 20-25%-ot, hogy ne lehessen oda telepíteni, de effektív, racionalitás szempontjából akár 90% fölött az ország területét ki lehetne zárni ebből, de ennek ellenére a maradék területen minden további nélkül beilleszkedő, tájba beilleszkedő rendszerekben tudna létrejönni
ilyen ellátási rendszer. Hagy említsem meg, ugye ezt szokták mondani nekem kollégáim természetvédelemben a madár faunára gyakorolt hatást. A Királyi Madárvédő Tanács, vagy hát egyesület, az gyakorlatilag egy David Attenborough-nak a arcával végzett egy konkrét kutatást erre vonatkozóan, hogy 10 000 madárra levetítve, ami urbanizációs ártalmaktól pusztul el, milyen számok jelentek meg. Az épületek és az üvegek és az üvegfelületek 5820-as számmal vezették az arányt. Ezután jöttek a magas távvezetékeknek a pusztító hatása, 1300-as hatással, 1060-assal a macskák jelentek meg, ezt követően a mezőgazdasági eszközöknek volt egy 850-es, 710-es a peszticideknek, tehát növényvédőszereknek a jelenléte, kommunikációs tornyokból volt 50, és átlagban 10 000 madárra egy eset, ami a szélkerekeknek vetette le a nézetkilométeres bontásban, országos átlagban. Tehát a ilyen jellegű vonatkozás, ha bölcsen van telepítve és kellő körültekintéssel, elhanyagolható, és hát nem jelenthet semmiképpen kockázatot. És hogyha már a környezetvédelemről beszélünk, akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy jelen pillanatnyi tudásunk szerint, és ugye ez megint négyféle publikáció támasztja alá, az összes áramtermelő technológia közül a szárazföldi szélerőművek karbonkibocsátása a legalacsonyabb, a legújabb európai tudományos elemzések szerint is a teljes életciklusra vetítve 7 g széndioxid egyenérték per kilowatt órában van meghatározva a kibocsátás, és ez összehasonlító elemzés alapján ugye az atomerőműveknél, amit itt rendszeresen kormánypárti képviselőtársaim környezetbarátnak mondanak, ez 98 és 144 g széndioxid egyenérték per kilowatt órában van meghatározva. Ami nagyjából azt jelenti, hogy a környezeti ártalmai a klímaegyezményre, a globális felmelegedésre és minden ezzel kapcsolatosan egy tized arányban jelent lehetőséget, tehát egy tized arányban szennyez. Tehát igazából, hogyha azt nézzük, hogy milyen lehetőségek vannak technológiailag, milyen lehetőségek vannak finanszírozás szempontjából, milyen lehetőség legjobb a környezetnek, milyen a legjobb a társadalomnak, akkor egyértelműen a megújuló energiaforrások kizárólagos irányába kell, hogy elmozduljon az ország, ha egy pici bölcsességet mutat energetikai jövőképben. Így tudja megteremteni a valótlan függetlenséget, és az igazat megvalva mindebben, nyilvánvalóan a szélenergiának és a napenergiának kell, hogy legyen a legnagyobb szerepe, hiszen ez a kettő terület az, ahol a legnagyobb technológiai fejlődést ért el a világ az elmúlt időszakban. És hogy mondjak még egy dolgot, ugye ez is a közelmúltnak az eseménye, a pályázati rendszerekből ugye államtitkáról tisztában van vele ez a szociális szövetkezetek támogatási rendszerének a pályázati lehetőségeire. Talán tudja államtitkár úr, de hogyha nem, akkor örömmel mondom, hogy ugye Dániában, Németországban pont az energiai közösségi rendszerek azok, mi nagyon jól kiépültek. Rengeteg jött össze. Vannak olyan tömbházak, tehát nem csak vidéki térségekben egy-egy kis települést tudtak ellátni, tömbházak tettek össze közösen pénzt, részben napenergiára, vidéki térségekben szélenergiára, hogy olyan közösségi energiaprojektek jönnek létre, hogy magánbefektetéssel lehet ellátni egy-egy térségnek energiafüggetlenül a hosszú távú lehetőségeit. Erre minden ösztönző, tehát a jogszabályi környezet, az adópolitika, a támogatáspolitika ott van a kormány kezében, hogy ebben lépéseket tegyen. És mindezt, hogy miért teszik? Hát mindemellett ez egyik legolcsóbb energia, ezt megint nem én találom ki, hanem részben ugye amerikai, részben angol, részben holland, és részben magyar Corvinus Egyetemen végzett kutatások támasztják alá. Utóbbit említem a gazdaságtudományi karán a Corvinus Egyetemnek, amennyiben teljes élettartamra hasznosítjuk az egyes technológiák költségeit, azt látjuk, hogy a jelenlegi európai feltételek mellett földrajzi adottságok figyelembevételével a gáz és szénbázisú erőművek, valamint a szárazföldi szélenergia a két legkedvezőbb teljes élettartamra vonatkoztatva. Gyakorlatilag mindezek a tények, amelyeket felsorokoztatok, és amelyeket ezer önmel osztok meg kormánypárti képviselőtársaimmal és a kormány képviselőivel, egyértelműen azt az irányt mutatják, hogy bizony ez a jogszabályi szabályozás nem helyes. Nem helyes, mert további korlátokat teremt, további szabályozási feltételeket csökkent, és amiben éppen szabályozni kellene, hát abban meglehetősen felszínesen valósítja meg. Nem is világos, de ez ügyben egyébként akár segítségét is szívesen veszem, tehát a 7B szakaszának első bekezdésében ugye így kezdődik a mondat, hogy a kormány villamosenergia rendszer, és akkor innentől várható teljesítményének egyensúlyára figyelemmel. Tehát nagyon kíváncsi lennék, hogy mi az a jogi absztrakt, ami a várható teljesítmény egyensúlyot
definiálja, tehát hogy mit jelent konkrétan, mert ugye alapvetően nálunk nagyságrendileg 1-2% jelenleg a szélerőművek áramtermelésben betöltött szerepe. Ugye elmondtam azt, hogy Dániában, Németországban hogyan alakul, és hát ebből adódóan nyilvánvalóan ennek a pontosítása az, hogy mi a 2015-ben, mi a 2020-ban elér cél, azt nagyon-nagyon nem fejti ki ez a fogalom. A centralizált tárolás vonatkozásában rossz kihasználtságú technológiák problémákkal küzdő gáztározóinak esetében kutatási projekteket kell indítani, sűrített levegős energiatárolók alakítás érdekében is. Tehát a teljesítmények alakulása az olyan szinten változó, befektetés függő és technológiafejlődés függő, amit a jogszabály merev szövege nem igazán fog tudni így ebben a formában kezelni. Tehát félő, hogy ezek esetleg hozzájárulnak. A 7B szakasz B2-es bekezdéséhez, ugye már korábban, mikor reagáltam, elmondtam azt, hogy kifejezetten indokoltnak tartanék és szükségesnek tartanék kiegészítéseket. Legalább az, hogyha engedi a nemzeti együttműködés rendszer, esetleg fontolják meg, mert ezek nem rossz szándékúak, hanem esetleg könnyebben értelmezhetőek, és esetleg olyan helyeken, ahol ez releváns, mondjuk a Balaton partja konkrétan, vagy a Tiszató partja, vagy néhány olyan hely, ami Ramsár élőhelyként releváns, ez lényegesen szükségesebb ennek a szabályozása, mint a Pannonhalmi apátságnak, vagy a ókeresztény pécsi sírkamráknak a kérdése, ahonnak a, aminek a realitása egyébként nagyon-nagyon kicsi lenne. És nagyon fontos egyébként az indoklását is elolvasni a jogszabály tervezetnek, ugye mikor ezt nézzük, hogy gyakorlatilag a korlátozások eddigi folyamata miatt a országos hálózatra rákapcsolt szélerőművek kapacitását szabályozni kell. Ebben egyetértünk teljesen, hogy szabályozni kell, csak nem olyan módon van a szabályozásnak értelme, ha a energiarendszer egészét érintik a változások, mert ezeknek nyilvánvalóan szükséges, de hát pont ezért esetleg érdemesen elgondolkozni a miniszterelnökségnek, hogy német mintára, vagy hát ott, ahol érettebben vagy nagyobb bölcsességgel tekintik, hát ugye ezeknek a területeknek önálló törvényi szabályozást teremtenek. Pont azért, mert olyan kiegészítő lehetőségeket rejt társadalompolitikailag, amikkel igazán kár nem élni. Mindezek összességében, habár jó szándékkal, jó indulattal és csak is a szakmai igényességünk miatt nyújtok be módosítókat, de még a módosítók mellett sem jelenthet az megnyugtatás számunkra, ez a jogszabály módosításnak az iránya, ugyanis nem enged teret annak, hogy Magyarországon 10 év bűnös hallgatás után végre érdemben meginduljon. Ellenben olyan fölösleges, kormányzati szintű, tehát politika által befolyásolott szabályozó szerep jön létre két miniszternek a kezében, ami rengeteg aggályt, visszaélési lehetőséget teremt. Kérem, nézze el nekem, tehát én nem azt állítom, hogy ön vagy a minisztere, vagy valaki ezekben részt vesz, de ugye 6 évnyi Fidesz kormányzás alapján balgaság lenne nem feltételezni azt, hogy ahol a visszaélés lehetősége megteremtődik, ott valaki előbb-utóbb nem fog vele élni. Tehát mindezek miatt nem fogja tudni a frakciónk ezt a módosítást támogatni. Ennek ellenére kérem, hogy legalább a benyújtott módosító indítványokat érdemben megfogadni, megfontolni, szíveskedjenek. Köszönöm a szót, elnök úr, és bocsánat, hogy visszaéltem az idejükkel.